Változnak a szavatosság és a jótállás szabályai 2021. január 1-től. A kormány által létrejött új szabályzat értelmében bevezetik a sávos jótállást is. A jelenleg hatályban lévő jogszabály szerint egy év a kötelező jótállás, jövőre pedig az úgynevezett sávos jótállási szabályok lépnek életbe, így a termékek ára fogja a kötelező időtartamot meghatározni. Tekintettel arra, hogy korábban, illetve hát jelenleg is ugye nem volt meghatározva ezen termékeknél az ár kapcsán különbség. Így nagyon lényeges, hogy jövőre úgynevezett sávos jótállás keretében a termékeknek az eladási ára, ami meg fogja ezt határozni. Ez azt jelenti, hogy a 10 000, illetve 100 000 forint közötti eladási árú termékek esetében egy év marad a jótállás, a 100 000, illetve 250 000 forint közötti vételárú termékek esetében 2 évről beszélhetünk, illetve a 250 000 forint feletti vételárú termékek esetében pedig 3 évről. Így nyilván az kiküszöbölésre kerül, hogy mondjuk adott esetben egy mosógépnél ugyanannyi legyen a jótállás, mint egy új személygépkocsinál, vagy például egy 11 000 forint értékű hajszárítónál. A szervizeknek tájékoztatási kötelezettségük lesz, illetve rögzítik azokat a feltételeket is, amelyeket eddig még nem tisztáztak, mondta el stábunknak Récsányi Ilona, a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályvezetője. Ami lényeges, hogy így sokkal átláthatóbb lesz a vállalkozások részéről is maga az ügyintézésnek a menete. Gondolok itt a javításhoz kapcsolódó határidőkre például, ugyanakkor a jogkövető magatartást tanúsító vállalkozások számára is tulajdonképpen egyértelműbbé válik, hogy milyen feltételek mellett folytathatják a tevékenységüket, és nyilván fenntarthatósági szempontból is nagyon lényeges, hiszen nem titkos szándék azért az is, hogy a gyártók ne egy körülbelül egy évig használatos termékeket gyártsanak, hanem sokkal inkább olyan termékeket, amelyek hosszabb élettartamúak, ezáltal nyilván a tömeges hulladék gazdálkodás szempontjából is ez lényeges. A módosításokat az indokolta, hogy megnőtt azon ügyfelek száma, akik a fogyasztóvédelemhez fordultak jótállással kapcsolatos problémákkal. A mostani változásoknak köszönhetően a fogyasztóvédelem hatásköre is bővült. Azt tudni kell, hogy ugye mi helyszíni ellenőrzések alkalmával, mind a hagyományos úton, tehát üzletben, illetve online térben is végzünk ellenőrzéseket, de természetesen kérelemre is indulnak előttünk eljárások. Ami nagyon fontos, hogy például nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni az új hatáskör révén például a szervizek tevékenységére. Gondolok itt arra, hogy ugye a szervizek tekintetében egy tájékoztatási kötelezettség lett előírva számukra, hiszen fogyasztóként jótállásos termék esetében, hogyha meghibásodik a termék, akkor ugye közvetlenül a szervizhez is lehet fordulni, viszont erről sok esetben a forgalmazó nem tud, és tulajdonképpen ezt a hiányt oldja fel például a jogszabályváltozás. Mivel a vásárlások nagy része most már az online térben zajlik, ennek megfelelően a jogszabályoknak is ehhez kellett alkalmazkodni. Emiatt találták ki az eljótállási jegyet. Ez egy lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, ami azt jelenti, hogy a hagyományos papíralapú jótállási jegy átadása helyett lehetőség nyílik ennek az elektronikus formában történő közlésére. Fontos, hogy ez egy lehetőség, de természetesen lehet továbbra is papíralapon, de hogyha nyilván a fogyasztó ezt hozzájárul, rendelkezésre bocsátja nyilván ugye az e-mailt, illetve más egyéb utat, vagy például applikációt közvető hozzáférés is biztosított, akkor ennek megfelelően elektronikus formában is ezt a jövőben rendelkezésre lehet bocsájtani. Sokan nem teljesen tudják, mi is a garancia, a szavatosság, illetve a jótállás közötti különbség. Récsányi Ilona elmondta, a garanciát a hétköznapi nyelvben használják a jótállás helyett. A szavatosságnál magát a terméket nézik, hogy nincs-e hibája. Minden terméknél 2 év szavatossági időtartamról lehet beszélni. A jótállásos termékeknél jelenleg 1 évig köteles a forgalmazó helyt állni. Szavatossági jog esetében viszont ez csak 6 hónap.